Kezdjük újra. Oké. Ez a lényeg, hogy kiakasztjuk és elsüssük. Nem, például a fegyverzetet el kell süssük. Ugye ez a nyél belemegy ő neki a szívébe. Úgy hívják ezt a szerkezetet, hogy szív. Ugye vele kell, hogy csatlakozzon. Az a lényeg, nyugodtan bele lehet érni, le lehet kötyózni így is, hogyha valaki meg akarja. Nagyon sokáig. Sokáig tartana? Jó. A lényeg az, hogy megcsapulunk a dolgokat. Ezen. Gyere hátra. Mozgás. Ha mechanikusan össze van csatolva, akkor kinyomjuk a vezérlést, mert most elektromosan lesz össze csatolva. Az pedig úgy történik, hogy miután ezt kihúztuk, ezt visszadugjuk szépen, ezt a kis szerkezetet itt, és van itt egy kettes karom, amit ki kell húzni. Ha ezt ki tudod húzni, akkor ezt föl tudod húzni ezeket. És akkor szépen, legugolok, hogy lássátok, így össze lehet. Nézzük, nyomni. Hogy mennek az érintők össze? Na, pontosan. Az érintők pedig itt szépen pontosan össze kell, hogy menjenek. Majd én betolom kapj, jó? Két emberes játék? Igen. Legalább. Hát ez egy kicsit keményebb dolog, és akkor most kéne a cső. Tehát az egyik ember ugye betolja, és ugyanaz az ember megfogja, és meg is húzza kattanásig. És hogy össze van kattalva, akkor szépen megfogjuk. És hogy megigazítjuk egy kicsit. És így már össze van teljes mértékben majdnem csatolva. Kell még egy csatlás kábel bele, ami ugye átviszi a különböző dolgokat ugye az egyik kocsiból a másikba. Mint például túl és a többi. Különböző irányokat. Micsoda? Sokkal húsabb középen van az, akkor nincs benne a lépés. Hát ebben sok minden benne van, azért mondom a csatlás kábel igazából. Na, itt tudom, mert mit viszállt, hát fogalmazom. Ki tudja, mit viszállt a csatlás kábel? A rádiót átviszi a fekete. De ide nem kell.